Pecsét került a szerződésekre, majd jött a készfogás. A rendőrség és a Tolna megyei cigány nemzetiségi vezetők között már évek óta van érvényben, azóta többször megújított megállapodás. A közös munka során egyebek mellett roma fiataloknak szerveznek és tartanak bűnmegelőzési programokat. Én azt a utat szeretném járni, amit eddig már közösen jártunk, és amit az elődeim megkezdtek, és én ahhoz fogom magam tartani a jövőben is, amit az együttműködés írásos és nem írásos formája mi tőlünk megkövetel. Az új dokumentumra most azért volt szükség, mert a választásokat követően személyi változások történtek a megyei cigány nemzetiségi önkormányzatnál. Nagyon jó sok programot csináltuk meg az elmúlt években a rendőrséggel közösen, és szeretnénk ezeket a rendezvényeket is természetesen ugyanúgy a következő években is megcsinálni. Esetleg, hogyha új rendezvényekben hívnak minket, hív a rendőrség minket, akkor természetesen mi részt veszünk rajta. Orsós Zoltán, a megyei rendőrfőkapitányság kisebbségi összekötője azt mondta, hogy a rendőrség és a Tolna megyei cigányság közötti együttműködés az egész országban kiemelkedően jónak számít. Nekem nagyon nagy öröm az, hogy a megjelent új vezető Orsós István mellett eljött erre a rendezvényre a leköszönő elnök is, Orsós László úr is. Ez azt gondolom, hogy egyébként jól mutatja, és mindenféle politikai mentesség nélkül, hogy van egyfajta egyetértés azért a Tolna megyei cigányságban. Tolna megyében a rendőrség és a cigányvezetők először 2009-ben kötöttek együttműködési megállapodást.